Tavaly Celldömölkön rendezték a megyebált, több mint 200 vendégmulatot egészen hajnalig. A vasi báli szezon nyitányát idén január 9-ére tervezték volna, ám a veszélyhelyzet nem teszi lehetővé, hogy megtartsák a táncos mulatságokat. A szervező Vasmegyei Önkormányzat és a Vasmegyéért Egyesület segíteni hívja mindazokat, akik részt vettek volna a bálon. A 10.000 forintos belépőjegy árát a Vasmegyei Mentésügyi Alapítvány számlájára lehet utalni a megjegyzés rovatban a megyebál feltüntetésével egészen január végéig. Január 20-áig várják a tombola felajánlásokat is. Azokat a megyeháza elnöki titkárságán gyűjtik. Január végén az egészségügyi dolgozók, a kórházi, a mentőszolgálat dolgozói, a rendőrség és a katasztrófavédelem dolgozói között fogjuk a tombola kereményeket kisorsolni, olyan módon, hogy a munkahelyi vezetőktől kérjük annyi javaslatot, ahány tombola van, kisorsoljuk ezeket a felajánlásokat azoknak, akik kivették a részüket a járványjeleni védekezésben. Idén 23. alkalommal választanak évvasi emberét. A Vasmegyért Egyesület kuratóriuma 10 szemét jelölt a címre, közülük titkos szavazással döntenek. A jelöltek Horváth József pápai prelátus, Kalocsai Péter történész, Mág Dóri, a divatbemutató kicsit másképp megálmodója, Márovics Pál mentőtiszt, Parais István az Agóra egykori igazgatója, Pintér Zsolt a digitális Batman akció elindítója, Pölöskei Péter házi gyermekorvos, Schneider Ferenc infektológus osztályvezető főorvos, Torjai Walter művészettörténész, festőművész és Tóth Imre fotóművész. A döntés már a napokban megszületik, a nyertes nevét jövő héten teszik közzé. Fontosnak tartottuk, hogy maga a díj az ne maradjon el, és a tavalyi év teljesítményét, illetve azt az életművet, ami a tavalyi évhez kötődik valamilyen módon, azt ilyen módon is elismerjük. Idén immár negyedszer közönségdíjat is kiosztanak. A Facebookon lehet szavazni, a legtöbb lájkot begyűjtő jelölt nyer. Eddig több mint 8000-en kattintottak kedvencükre.